Minden szentek a keresztények ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja. November elején a katolikus egyház egy nagy családképét mutatja. A megdicsőültekkel, akiket minden szentekkor ünnepelnek, a még tisztulásra várókkal, akikért halottak napján imádkoznak, és az élőkkel, akik még vándorolnak. A katolikus egyház jeles napjai a 9. században kerültek be a liturgikus naptárba. A két nap között különbség van. Az egyik napon gyászol az egyház, egy kicsit a gyászt próbálja megmutatni, de nem szomorkodik, mert a Föld támad Krisztusra gondol, ez a november másodika, míg a minden szentek napján, a liturgiában az egyház a dicsőséges egyházat akarja bemutatni az énekeivel, az imádságával. Kürtösi Krisztián plébános úgy nyilatkozott, tapasztalatai szerint ilyenkor azok az emberek is kimennek elhunyt szeretteik nyughelyéhez, akik nem tartoznak a hívők táborába. Megáll, elhelyez egy szál virágot, meggyújt egy mécsest, de a hívő ember úgy áll oda, hogy imádságban gondol szeretteire. Isten elé viszi azokat, akik az életben fontosak voltak számára. És hát nem csak az életben, hanem az örök életre is gondolunk, hiszen a hívő ember, amikor temetésen vesz részt, akár búcsúztatja szeretteit is, úgy búcsúzik el, hogy ez nem egy végleges, hanem majd egyszer újra találkozunk. Bár vannak különbségek az egyházak között, ebben mégis hasonlítanak. Sípos Judita, a tolnai református közösség lelkésze úgy nyilatkozott, ők a halottak napjára fókuszálnak inkább, de ilyenkor ő is a feltámadás hirdetését tartja a legfontosabbnak. halottak napján higgyük el, hogy, hogy valami egészen újat ad számunkra, ezért mondja Jézus, hogy aki, aki meghal is él. És én felteszem a kérdést, hogy hiszen, de ezt? És adja Isten, hogy legyen a szívünkből szóló a válasz, hogy igen, uram, hiszem. A november hónap az egyetemes kereszténység számára az egyházi esztendő befejezését jelenti. Aradi András evangélikus lelkész úgy fogalmazott, ilyenkor nem csupán emlékezünk, hanem hiszünk is az örök életben. Hozzátette, számukra a halottak napja egy örömteli várakozás, és hittel előre tekintve remélik azt, hogy egykor együtt ünnepelhetnek Isten országában.